1969-ben Golda Meir izraeli miniszterelnök azzal a kijelentésével került a címlapokra, hogy nem létezik palesztin nemzet. Nem az történt, hogy mi idejöttünk, kiűztük őket és elvettük az országukat. Ez a nemzet nem létezett. Bár Golda Meir kijelentése vitákat generált, kiderült, hogy sok arab vezető és történész is egyetért vele. 1937-ben Auni Abdal Hadi arab vezető a brit Peel bizottság előtt a következőt mondta. Nem létezik olyan ország, hogy Palesztina. Palesztina egy olyan kifejezés, amit a cionisták találtak ki. A Bibliában sem szerepel Palesztina. Palesztina idegen számunkra. Közel egy évtizeddel később Philip Hitti arab történész is ezzel egyetértésben tanúskodott az anglo-amerikai bizottság előtt. A történelemben sohasem létezett Palesztina. 1956-ban az ENSZ-ben egy szaudi képviselő azt mondta, köztudott, hogy Palesztina nem más, mint Dél-Szíria. Pár évvel ezelőtt pedig Hafez el-Assad szíriai diktátor a következő szavakkal oktatta ki a PFS-t vezető Arafatot. Soha ne felejtse el, nem létezik palesztin nép, nem létezik palesztin önállóság. Palesztina, Szíria szerves része. 1936-ban a Peel bizottságon keresztül a brit kormány elsőként javasolta a terület felosztását egy izraeli palesztinára és egy arab palesztinára. Mi valamennyien palesztinaiak voltunk, mivel palesztinának hívták ezt a közigazgatási területet. Ma a palesztinok bitorolják ezt a nemzetiséget, palesztin nemzetnek hívva magukat, de ez történelmileg nem helytálló. Ez az igazság. Akkor mi a történelem szerinti igazság? Kik a palesztinok, és milyen alapon tartanak igényt Izrael földjére? Első indok, a származás jogán. A palesztinok kánaániták. Sok palesztínai arab, köztük korábban Arafat is azt állítják, hogy ők az ősi kánaániták leszármazottai. Kényelmes érvelés, mivel a kánaániták voltak Izrael földjének első ismert lakói. Nem is olyan rég, 2014 májusában a palesztin hatóság szóvivője azt állította, hogy a palesztinok már 5000 éve vannak ezen a földön. Azonban a történelmi emlékek szerint a palesztinok semmiképpen sem kapcsolódhatnak a kánaánitákhoz, mivel a kánaánitákat majdnem teljesen kiirtották az izraeliták a Krisztus előtti 13. században. A kevés életben maradt pedig asszimilálódott az izraeli kultúrába. A palesztinok azt is állítják, hogy az ókori filiszteusok az őseik. Az igaz, hogy a nevüket Góliát törzsének nevéből vették, de ténylegesen azonos DNS-ük volna? A palesztinok filiszteusok. A filiszteusok tengerész nép, akik Krétáról, a legnagyobb görög szigetről származnak. A filiszteus elnevezés a héber filisztim szóból származik, ami megszállót jelent. Palesztina így azt jelenti, hogy megszállt terület. Miért kellene így hívnunk? Miután a filiszteusok az időszámításunk előtti 12. században megtámadták Izraelt, mindig a földközi tenger partvidékén maradtak. Soha nem telepedtek le Jeruzsálemben, Hebronban vagy Jerikóban. Napjainkban a palesztinok mégis ezeket a városokat követelik maguknak. Az időszámításunk előtti 7. században a filiszteusok az asszír népekbe asszimilálódtak, majd a babiloniak leigázták őket. Onnantól fogva eltűntek a történelem színpadáról. Az egyik szakértő szerint egyetlen ma élő ember sem tudná bizonyítani, hogy a filiszteusok leszármazottja. Amennyiben a palesztinok mégis szeretnék ezt megtenni, akkor azt is el kellene ismerniük, hogy eredeti otthonuk nem is Izrael, hanem Kréta szigete. Lehet, hogy a palesztinok genetikailag nem a filiszteusok leszármazottai, nevük mégis innen származik.
Amikor Hadrianus császár időszámításunk szerint 135-ben elfoglalta Jeruzsálemet, mindent megtett azért, hogy még a zsidók emlékét is eltörölje, és minden kapcsolatot megszakítson közöttük és Izrael földje között, amit a zsidók ősi ellenségéről Szíria-Palesztinának nevezett el. Ez a Filisztea latin megfelelője. De ha nem is kánaániták, és nem is filiszteusok, akkor kik a palesztinok? Biológiai szempontból genetikai rokonságot mutatnak a szaúdiakkal, a szíriaiakkal és a jordániaiakkal. Egyszerűen megfogalmazva, arabok. A történelem során soha nem létezett olyan, hogy palesztin nép vagy palesztin állam. Akkoriban senki sem gondolt olyasmire, hogy palesztin nép, hiszen mindenki arab volt. Mögöttem láthatják a leghevesebb vitákat kiváltó birtokok egyikét a földszínén. A templom egy a judaizmus legszentebb helyszíne, és az iszlám harmadik legszentebb területe. A muzulmán hagyományok szerint Mohamed a híres éjszakai utazása során ide az Al-Aqsa mecsetbe jutott el. A palesztinok ezért követelik maguknak Jeruzsálemet. Második indok a vallás jogán. Az arabok szerint Jeruzsálem az iszlám Al-Quds nevű városa. Azonban nincs olyan történelmi bizonyíték, mely alátámasztaná, hogy a próféta valaha is ott járt. Még hadseregei is csak halála után 5 évvel később érkeztek meg ide. A Koránban egyetlen egyszer sem szerepel Jeruzsálem városa. A héber Biblia azonban több mint 600 alkalommal említi. Mohamed életében csupán a bizánci birodalom egy jelentéktelen városa volt. Keresztény város volt, ahol egyetlen mecset sem állt. Amikor a muzulmánok elfoglalták Jeruzsálemet, úgy döntöttek, hogy a zsidók templomhegyén építik fel mecsetüket, és így az továbbra is szent hely marad. Ezért felépítették a Szikla és az Al-Aqsa mecsetet. Utóbbi nevét a Koránban leírt éjszakai utazás történetéből vették. Több muzulmán tanító is 690 környékére teszi a mecset építésének idejét, bár Mohamed 632-ben halt meg. Hogyan juthatott el tehát Mohamed híres éjszakai utazása során egy olyan mecsetbe, amit csak halála után építettek fel? A Korán nem említi Jeruzsálemet, csak annyit mond, hogy Mohamed álmában elrepült az Al-Aqsa-ba, ami azonban azt jelenti, hogy a legtávolabbi hely. A korai muzulmán tanítók ezt úgy értelmezték, hogy itt egy mennyei helyről van szó. Allah tornácáról. Mindez azonban megváltozott, amikor az iszlám politikai erővé vált. A hadjáratok során Szaladin hadvezér megváltoztatta az iszlám hagyományokat, hogy ezzel is megerősítse a muzulmánok igényét Jeruzsálemre. Azt mondta, hogy Mohamed az éjszakai utazása során nem a mennybe jutott el, hanem a jeruzsálemi Al-Aqsa mecsetbe. Így jelenleg a zsidók templomhegye egyben az iszlám harmadik legszentebb helye is. Őt csak Mekka és Medina városai előzik meg Szaúd-Arábiában. A muzulmánok hite szerint, ha egy földterületet egyszer megszereznek, akkor az már örökké az iszlámhoz tartozik. Ugyanakkor a 20. század kezdetén a muzulmán vezetők még elismerték a templomhegy zsidó történelmét. 1924-ben Jeruzsálem legfelsőbb iszlám tanácsa ezt az útikönyvet adta ki a templomhegyről. Ebben az szerepel, hogy nem vitás, hogy a helyszín ugyanaz, ahol Salamon temploma is állt. Ez egyben ugyanaz a hely, ahol az egyetemes hit szerint Dávid oltárt épített az Úrnak. A kiadványban részletesen beszámolnak arról a helyről is, amit a keresztesek Salamon istállójának neveztek el. Történelme vélhetően olyan régre nyúlik vissza, mint Salamon templomának építése. 1927-ben egy súlyos földrengés megrongálta a mecsetet. A helyreállítás során a régészek megvizsgálták az épület szerkezetét, és olyan libanoni cédrusból készült gerendákat találtak benne, melyek korát az időszámításunk előtt
előtti 9. századra lehetett tenni, vagyis Salamon király idejére, aki pontosan ilyen anyagokat használt az első zsidó templom építéséhez. Az ásatások során előkerült még egy zsidó rituális fürdőhely is, a második templom időszakából, valamint egy olyan mozaik, mely vélhetően egy bizánci templomot díszített. A legtöbb történész egyetért abban, hogy a zsidók már korábban itt voltak, de az arabok azzal védekeznek, hogy ők viszont tovább voltak itt. A visszatéréshez való jog 1948 óta minden egyes közel-keleti béketárgyalás vezérfonala. Harmadik indok, a visszatéréshez való jog. A keresztes hadjáratok idejétől fogva a 19. századig az arab lakosság száma 200 ezerről csupán 300 ezerre emelkedett. Az arab népesség gyakorlatilag nem nőtt. Népesség szakértők szerint ez így is maradt volna, ha nem érkeznek meg a zsidók. Amikor 1882-ben megkezdődött a zsidók bevándorlása, az arabok is elkezdtek Palesztinába özönleni a környező országokból. Ennek két oka is volt. Egyrészt harcolni a zsidó bevándorlási hullámmal szemben, másrészt kihasználni a magasabb életszínvonalat, mely életszínvonal növekedést pont a zsidók betelepülése eredményezett. 1948-ra Palesztina arab lakossága elérte az 1,3 milliót. A sínai félsziget brit kormányzója így nyilatkozott erről. Nehéz lenne az arabok megélhetési nehézségeire hivatkozni, ha közben a környező államokban élő honfitársaikat nem lehet visszatartani attól, hogy ezekért a nehézségekért idejöjjenek. Több szakértő is úgy gondolja, hogy amennyiben a palesztin arabok vissza akarnak térni jogos származási országukba, akkor Egyiptomba, Irakba, Marokkóba és Szíriába kell visszatérniük, nem pedig Izraelbe. Az 1967-es határok. Ma számos politikus szólítja fel Izraelt, hogy térjen vissza az 1967-es határaihoz. De ha közelebbről megvizsgáljuk, azok a határok nem akkor keletkeztek, sőt, nem is tekinthetőek valós határoknak. Cisjordánia határai tűzszüneti területeken fekszenek, amelyeket az 1948-as háború hozott létre. Itt álltak meg az összecsapás után a résztvevő hadseregek. Így keletkeztek az úgynevezett 1967-es, vagy 1949-es határok. Szóval a 67-es, amely egy tűzszüneti határvonal, választja el Izraelt és Jordániát. Jordánia viszont bekebelezte Cisjordániát, így az Jordánia részévé vált. Amikor Jordánia 1949-ben elfoglalta Cisjordániát és Kelet-Jeruzsálemet, a zsidókat elűzték ezekről a területekről. Közel 30 zsinagógát romboltak le. A zsidókat kitiltották a szent helyekről, többek között a Siratófaltól is, míg az ott élő palesztin arabok automatikusan jordán állampolgárok lettek. Tehát három fő oka is van, hogy az izraeliek nem térhetnek vissza az úgynevezett 67-es határokhoz. 1. 1967 előtt Cisjordánia a jordánok és nem a palesztinok ellenőrzése alatt állt. Jordánia akkori területfoglalása sértette a nemzetközi jogokat. 2. Az 1922-es brit mandátum jogosan ígérte a területet a zsidóknak. 3. Sem 1967-ben, sem soha máskor nem létezett palesztin állam. Golda Meir szerint, hogyan adhatnánk vissza a megszállt területeket, ha nincs kinek visszaadni? A megszállás fogalma azt jelenti, hogy birtokba veszel valamit, ami nem a tied, vagy éppen másé. De Cisjordániával nem ez a helyzet. Ha ennek a területnek az elfoglalásáról beszélünk, akkor meg kell említenünk a babiloniakat, az asszírokat, a helléneket, a rómaiakat, egészen az ottomán, majd a brit birodalomig. A történelem megcsúfolása, ha a zsidókat megszállóknak nevezzük a saját területeiken.
Cisziordánia soha nem volt a palesztinok kezében. Soha nem volt önálló államuk. Tehát a zsidó embereken kívül korábban senkinek nem volt önálló rendelkezési joga a terület felett.